fényérzékenységre figyelmeztetés. Igen, képzeljétek el, hogy megcsinálták a magyarítást a játékhoz. Szóval, hogyha valaki esetleg nem értette volna, hogy hogy kell játszani ezt a játékot, mert hogy külföldiül volt, most már minden jó lesz, most már mindent is tudni fogtok, hogyha esetleg ez eddig problémát jelentett volna, ha eddig nem értettétek volna, hogy mit habogok, meg gügyögök. Úgyhogy itt van minden magyarul. Ez még egyébként olyan magyarítás, ami nem nincs benne alapból a játékban, szóval én ezt a magyarítások.hu-ról töltöttem le, de itt van minden, hogy az ostor vízszintes támadású átható az ellenfeleken. Itt pedig ez egy továbbfejlesztett ostor, a vérkönny, kritikus sebzést okozhat és életerőt szív el. Varázspálca a legközelebbi ellenfél elő, és nem hat rá az időtartam változtatás. 8%-kal csökkenti a fegyverek újra töltésének idejét. Szóval magyar Vampire Survivors-zel fogunk játszani. Erre gondoltam. És arra is, hogy ilyen halállal játszunk. Halállal játszunk, és a tejüzem azt nézzétek. Őrült erdő, a kastély egy hazugság, de itt még lehet kapni ingyen sült csirkét, szóval minden rendben. Ékes könyvtár. Ez a csendes, hosszú könyvtár ideális hely a pihenéshez, a meditációhoz és a sült csirke gyűjtögetéshez. De mit keres itt egy kőmaszk? A tejüzembe pedig az itt elrejtett mágikus térkép esetleg elvezet végre minket egy vámpírhoz, vagy legalábbis több sült csirkéhez? Gállótorony. Ez a torony nagyszerű mágikus erekéket és történelmileg hiteles szörnyeket rejt. A kapella magnán pedig túl messzire mentünk, toborozhattunk volna az erdőben azzal a sok csirkével, de nem, ehelyett valami random vámpírt kellett üldöznünk. Tök jó. Zöldellő mezők. Szóval, mongolóra akarunk menni. Ezt szeretném. Nagyon gyorsan a mongolon. Korláttörő. Na, tehát az arany diszkóval kezdünk, utána pedig pikkelni fogjuk a... Nem a hasítást. Mindjárt mondom, mit pikkelünk. A gyógyító szarabandét, amivel a gyógyítás megduplázódik, az életelő helyreállítása ugyanekkora mértékben károsítja a közeli ellenfeleket. Szóval erre gondoltam. Bizony. Jó, hadd szóljon. Pénzt fogunk farmolni. Mehet? Mehet, srácok? Na. És akkor mehet az ölés. Nagyon jó. Király biblia. Fokhagyma. Kereszt, villámgyűrű. Mehet a villámgyűrű. Vagy ne? Legyen fokhagyma? Legyen fokhagyma. Ha hangos a játék, szóljatok nyugodtan, srácok. Íben fekete szárnyak. Száműzzük a kést. Ez az. Ding-ding, ring-ring. Minden ennyivel több lövedéket lő. Egy! Mert... Kell a cooldown reduction. Mert a fokhagyma spenót is amúgy nagyon jó. Ez az. Csökkentjük az újratöltési időt.
Torona Box elátkozott el, de 4%-kal növeli az erőt, a lövedék sebességet, az időtartamot és a hatókör méretét. Hát... Oké. Annyi körst hozunk, srácok, amennyit csak lehet. Jó, kell a babér. Kell a babér. Igen. Oké. Okay. Kell még cooldown csökkentés. Babér. Szevasz, Ghostface. Szevasztok, srácok. 425 pénzünk már van. Ez az. Ring, ring, ching, ling. Az üres kötet, az nagyon kell. Az aranyláz az hogy van magyarul? Én nem tudom. Óratöltési idő csökken. Mehet. Mehet a hagyma. Monodal mondjuk, az se rossz. Fokhagyma. Szia, Siraka. Az a jó, a hagyma nagyon gyorsan szétszedi az urnákat. Idő lancetta. Esély az ellenfelek megfagyasztására az időben. Jó. Na, ez itt, hát igen. Úgy néz ki, hogy a Torona Box level up-nál eltűnik a magyarítás. De mi azt húzzuk. Umarola kell a hagymai Wolfhoz. De inkább hát én nem is tudom. A Peach One-t húzzuk. Így van. Hú, a rák úr. Ajaj, nincs elég köcsög. Bling bling, csingling. Magyarítások.hu-ról töltöttem le. Úgy néz ki, hogy a babérnak a fordítása pedig nem fér ki. Tehát, hogy ez le van fordítva, de nem fér ki. Hát mindenki is megfagyott itt, srácok, a pályán. Nem tudnak mit csinálni. 3000 pénz. Ó, gyűlik a pénz. Nagyon jó. Már lassan 4000 a pénz. Azért hoztuk egyébként a halált, mert vele nagyon gyorsak vagyunk, meg jó az ivol volt fegyvere. Na, lassan 5000 pénznél járunk. A
random a legrosszabb fejlesztéseket válaszol, könnyebb elbukni, vagy tényleg nagyon fontos az, hogy mit fejlesztesz? Hát... ha gyorsan akarsz haladni, akkor érdemes céltudatosan választani, Zolcsi, de egyébként random build-el is szerintem lehet sikereket elérni. Itt van valahol egy láda, de én nem látom, ott van. Na, babér fejlesztést kaptunk. Nagyon jó. Na, visszajövünk a kezdő területre. Ja, a madarat kéne kivenni Kövinek. Sorsdöntő. 10%-a növeli a fegyverhatások időtartamát. Lövedékek sebességét. Spenót. Koponya Omenik. Jól láttam, az a neve? Jó. A 11. percnél lesz majd igazán durva a build. Pentagramot akarunk majd kivenni, de először az üres kötetet húzzuk fel a cooldown csökkentés miatt. A visszatöltési idő csökkentése miatt. Hát ez csak egy sima ládikó. Idő lancetta. Mit jelent az a lancetta egyébként, srácok? Újjáéledés. Legyen alapsebesség növelés. Én még nem találkoztam ezzel a szóval, hogy lancetta. Spenót. Koponya Omaniák. Aha. Növeli az ellenfelek sebességét, életerejét, mennyiségét és gyakoriságát. Jöhet. Idő lancetta. Ott van. A Torona Box, igen, az tényleg ott nem működik a magyarítás. Gerej. Ó, oh, köszi David. Gerej. 8000 pénz eddig, srácok. Bling, bling, ding, ding. Hát a villámgyűrű menő lenne, de nem. Kihagyjuk most. Így van, mindjárt elérjük a 10000-et. Persze, hát igen, a kőmaszk is kell majd. Koronát húzzuk. Hát, legyen a spenót. Alapterület növelés, a kandelabrador az jó. 10000-et elértük, srácok, a pénzzel. Na, az ellenfelek sebessége, életereje, mennyisége és gyakorisága 100%-kal megjön, ez nagyon jó, nagyon sok enemy jön ránk. Így a körzünk, azaz az átkunk 170%-os, csak én most pont kitakarom. Jó, kell a sebzés növelés. Szívó gömb fejlesztés amúgy már. Lancia, lancetta, lányzsácska, ami amúgy szike. Á,
Szia, Laca, igen, aranylázba, aranylázba égünk, igen. Mehet a sorsdöntő. Sorsdöntő. Spenót. Lancetta. Alapterület megnövelése az is kell. Nagy legyen a hagymánk. Azt mondja, hogy a bamért is fel kéne húzni. Így van. Aztán a koronát is. Bár a korona az nem feltétlenül jó, mert nem kell szintet lépnünk. Tehát, hogy nem kell a szint ahhoz, hogy ledaráljuk az enemit. Hatás ennyivel tovább tart, mert... Na, kéne a másik madár, de azt most nem akarja adni. Az érmék értéke jöhet. Babér. Hát, srácok, vége lesz az aranyláznak így. Rip 17 000-es aranyláz. Babér. Lancetta. Mióta van magyar ebben a játékban? Hát én letöltöttem, és ha jól tudom, szombaton jelent meg. Na most az a szívás, hogy találnunk kell egy pénzes zsákot. Mert a koponya. Hát 18 000 arany. Ez nem a legjobb. Ahova pénz volt, abban mi lesz? Na hát, most ez nagyon sokat összehozhatna nekünk, de nem találok arany zsákot. Pedig az kellene nekünk nagyon. Lancetta. Oh, ott van. Eddig tartott? Kellemetlen. Na majd a 11. perces bossból, abból milyen jó lesz. Sort döntöm. Itt láttam egy zacskót valahol. Lancetta. Candelabrador, Candelabrador. Szia, Andi! Na, ez az, adjad. Igen, többet érjen az arany. Bling bling. Bling bling. Nem halnak. Ez a 11 perces boss volt. És a hagymai volvot ki lehetne vele venni.
De majd a 11 perces boss kell nekünk. Recseg a bitrét? Az a jó. Az azt jelenti, hogy jó úton haladunk, lovacska. Hogy alakul a build. Elvileg itt a 11 perces boss valahol. Most én nem látom sehol. Mármint, hogy nem tudom, hogy hogy néz ki. De ölöm. Ölöm, ölöm. Bárhol is legyen. Remélem kapja. Na hát... valahol biztos ott van. Amúgy... nem tudom, hogy hol van, srácok. Lehet azóta se öltük meg. Az lehet mi. Kéne XP-t szerezni. Nagyon jó. Jó. Nagyon kéne nekünk, srácok, a 11 perces boss. Esküszöm, nem látom sehol. Na, az az lehet? Hát ez nem az volt, srácok. Akkor ő lesz az? Véci? Na, ő az. Na, tehát... ő az. Gyógyító sarabban, de... na, gyere. Na most indul be igazán. Oké, jön a pénz, srácok. Nagyon szépen. Persze húzzuk még a koponyát. Majdnem 16 ezer coin, srácok, majdnem 16 ezer. Madarakat húzunk. Még. Koronát. Hát nem tudom, amúgy. Legyen a szárnya. Két láda az evolve miatt van ott hagyva, mert most így nem tudnék belőle semmilyen evolve-ot kihozni. Jönnek már a kis gárdiánok. Hát igen, most az a gond, hogy így nem jönnek rám. Na végre. Kis gárdiánok próbálnak itt szeretgetni.
hát legyen maximális életerőnövelés. Legyen szerencse is. Hát ha az is kell, szevaszárni. Jaj, de jó, hogy nem a madarat adja. Sose madárna végre. Oké. És akkor el kéne hozni a pentát. Szerintem. Persze, ha beadja. Hát, amúgy valószínűleg rollolnunk kell. Cica? Hát végül is lehet cica. Miért is ne lehetne cica? Megjött a halál és agyon is csapott. Na de majd a cicákok megmentenek. Ezek a gárdiánok igazán meghaladnak már. Halál vs halál. Au. Mond. Honnan tudod, hogy nagy késés van állni? Hát igen, most elszúrtam az Evolve-nak a lehetőséget, de direkt volt. Hát igen, most a tiramisu az el is ment. Csak le kell futni a halált, srácok. Ennyi az egész. Állítólag full easy a dolog. Most már kettő halál is van. Nem tud mit csinálni. Hello, még polgályzoztam. Nagyon szarul állunk, srácok. Az agyon fog vágni. De hát insane dodge-okat nyomott. Jó, hát ezt nem tudom, hogy hogy lehet eljutni. Tehát, hogy itt nem tudom, hogy hogy lehet eljutni. 20 percig. De nem akarom megölni a halálokat, srácok. Azt akarom, hogy túléljek. Hát akkor arra gondoltam, hogy meg kell nézni Smith-t. Smith-nek 200-as szint, bár az nem hiszem, hogy ezen a pályán összejött. Legyen halál. A bonzomba 30 percet is össze lehet hozni. Aha. Bonzomba 30 perc, akkor ott lehet meg kéne nézni Smith-t. Bonzomba Smith. Azért Smith, mert... Vagy nem is Smith, hanem Toasty. Ja, Toastyt kéne hozni.
Mert hogy Tosszi 200-as armor tud 200-as, vagy nem is tudom, végtelen armorja lesz 200-as szinten, hogyha jól emlékszem. Na például ez sincs itt lefordítva. So much potential. Szia, nem gyors menetben mész, akkor több XP pénz van. Nem hiszem. Hát ugye, igen, mutatom. Tehát, hogy ott van. Aranybónusz van, mozgási sebesség bónusz van, meg több a HP az eneminek. De hogy így, hogyha normált mész, igazából pont, hogy a hipermódban lesz több pénzed, mert akkor van több enemi. Tehát, hogyha normált mész, akkor lassabb lesz az enemi, meg kevesebb jön. Na nézzük. Hát ez nem tudom milyen lesz, srácok, így. Ezt. Egy HP-nk van. Konkrétan nem találtunk el senkit. Elhozzuk a puskákat. Mentát is elhozzuk. Ez gyors volt. Meg kell csinálni, srácok, egy jó toast irán. Úgy valószínűleg ezt már újra kéne kezdeni, hogy így meghaltunk. Ja, itt nubaskodtunk, lovácska. Jézusom, hát elvitte a HP-mat! Manadal. Jó, jöhet. Nagyon durva volt. Kéne a Laurel amúgy. Hát ez rip. Ez kemény volt. Na, tehát akkor még egyszer maradhat ugyanaz a zene. Jó, na nézzük. Édes Istenem! Nincs itt egy olyan gomb, hogy újrakezdés. Igen, ezt szeretném, és akkor... Ez hogy lehet kikerülni? Egyáltalán. Jó, hát ez a madár nem talál el senkit. Babér. Lehet, hogy nem ölünk meg senkit, de legalább nem fog fájni az első hit. Magyarul nehezebb a játék? Hát ugye ez egy HP-s karakter. Magyarul nehezebb lett a játék. Kappa. Számozzuk az ostart. Ez nagyon jó volt, nagyon jó. Ott egy kis XP, az be kéne szippantani. Jajaj. Na hát most ugye nem találtunk el senkit. Ez az. Aranyláz! Húha, hát itt szenvedni fogunk, srácok. Valószínűleg amúgy a körz miatt. Ezt tényleg nem tudom, hogy lehet megcsinálni. Vagy hogy csinálta meg először. Na jó, tehát akkor úgy néz ki, hogy a Laurel az nem jó ötlet. Srácok, 2 XP. Hozzunk el a hagymát? Amúgy lehet. Ez a...
Az Arcanához amúgy is jó. Nem találtunk el senkit. Tessék itt a hagyma. Kéne a shield is nagyon. Hozunk egy puskát. Hú, kandelabradorját. Fokhagyma, nagyon jó. Ú, aranyláz van, srácok. Kaszinót robbantottunk. Ó, 39 gold. Kandelabrador, húzzuk tovább. Uhú, srácok. Bling, bling. 17 dollár. Ú, megint aranyláz. Mert a kandelabrador még tovább. Még nagyobb legyen a hagymának a range-e. Gyűha. Gyűha. Akarnak. Én azt érzem, srácok, hogy nulla sebzésünk van. Ti másképp érzitek ezt? Jajjaj. Azt hittem, egyáltalán nem fogunk senkit se eltalálni. Hú, ez az, a Penta. Na majd a Penta megment minket. Okvetlen Pöcskinsz, köszi szépen a 9 hónapnyi támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Itt újra étköztünk, srácok, peregjenek a szvegek. De milyen jó is volt ez a Fall Guys árni, nyertem egyet szólóba. Így van, ahogy Adria második mondja, még a nem feliratkozottak is tudják pergetni. Júj! Hű. Nem adjuk fel, nem adjuk fel. Itt nem tudom, hogy először hogy sikerült kimenekülnöm. Nagyon jó. Három enemit már eltaláltunk. Jó, legyen a rúna, srácok. Száműzzük a Bibliát. Kandelabrador. Kéne a Laurel most már nagyon. Laurel. Babér. Merre vagy, babér?
Jó, hát akkor a kandelabradort húzunk. Jújj! Nagyon akarnak a kis csontvázak. A kis koponyákok. Jújj! Persze, húzzuk a madarat. Ne! Ránéztem a chatre, basszus! Még mindig tartom, srácok, hogy ez nem lehetetlen. Hoppá! Na tessék! Ó, mennyi XP. Az mind kell nekem. Hopp! Hopp! Jó, fog hagyma. Jó. Jaha! Sikerült halál nélkül túlélnem a... Na, ott a babér. Ott a babér, srácok. Ó, mennyi XP. Srácok, kéne ölni enemit. Nem igaz? Hoppá! Legyen puska, tessék. Ó, már jönnek az ostorral rám. Na, az ott sok XP. Ez pedig itt az aranyláz! Na, hát jöhet a másik puska. Jup-jú! Jedi! Köszi szépen a 7. hónapot! Köszi a támogatásodat! Srácok, peregjenek a szvegek! Gyere, jönnek a vörös koponyák! Körözünk. Csak lágyan körözünk, srácok. Körbe-körbe. 5. szint. Elképesztő. Te vagy már egy komplikált szólovacska. Na, hát a manadal. Babér szintezés. Retornáció. Jújj. Valahogy nem sebződtem. Ingazita, köszi szépen a 2. hónapot! Köszi szépen a támogatásodat, srácok, peregjenek a szvegek! Ismételten. Nyomjátok. Az egy bossnak tűnik nekem. Na! Hát a puskát fejlesztjük, srácok. Ez az, aranyláz. $5 lett az aranylázból. Wow! Hát elképesztő.
Én hoztam össze. Tessék, na ebből most több lesz. Ujjjj. 8, tessék. Ez már az egy, na hát még egy aranyláz. Nem, nem bírok magammal, srácok. Ez már 14 dollár. És egy nullás sebzés. Továbbra is. Leütötték rólam a shieldet. Shield, köszi, visszajött. Aranyláz lesz megint. Itt a vonat. Jaj. Hol? Hol a vonat? Meghalunk mind. Hát leesett rólam a shield, még lőnek is rám. Gyönyörű. Na jó, hol a kezdő? Jobbra kell menni, oké. Okay. Látom, látom, látom! Júj! Shield nincs. Merre van a kezdő? Oké, okay, itt lesz, ez már az. Szerintem boss még nem öltünk egyébként. Nyolcas szint, hát ez csodálatos. Aranyláz! A modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub! Srácok, peregjenek a pergetni való. Mutassátok meg, hogy kell csinálni. Én addig itt veretem az aranylázat. $39. Na! Végre! Jó, hát a shield az leesett rólam. Nehogy már jó ránokat menjünk, ugye? Szerintem senkit nem ölünk. De a két perces boss az még mindig itt szaladgál. Hoppácska, ezek itt érmék lennének? Uhú. Bling bling. Na, srácok, ez az utolsó rán ezzel a karakterrel, ezen a pályán, ezekkel a beállításokkal, mert Jézusom. Ez konkrétan olyan rán, mintha szeretném, hogyha szenvedek. Ez konkrétan az. Yeah. Köszi a hype vonatba való részvételt, srácok. Köszi. Jobbra, balra. Na, ez nagyon jó volt. Szóval Jedi, köszi szépen a harmadik ajándékodat itt a csatornán. Köszi szépen, hogy Laca 14. hónapját lehetővé tetted. Na, hát akkor most mehet a darálás. Darálást szeretnék most, köszönöm. A csontzónán. Ezt szeretném, nagyon jó. Jó, mehet. Száműzzük az ostort. Miért van hűvös a Twitch-en? Vagy mi? Hogy mire gondolsz, lovacska? Regenek csácok a szvegek. Mert sok a fan. Aha. Lovacska. Mondtam már, hogy te egy nagyon vicces személyiség vagy?
Nagyon szépen dolgozol azért a Time Motor vagy Bannél, lovacska, de nem veszem be. Az üres köt... hát ez... kemény döntés. Az helyzet ez nem lesz jobb rán, srácok. Az előzőnél. Száműzzük a varázspálcát is. Nagyon jól adja amúgy ezen a pályán a pénzt. Tergessük fel őket egy kis körzzel. Ja, jöhet a lancetta. Azt mondja, hogy 30% szerencsénk van, ezzel 25 lesz, hogy ne tüntesse el az itemeket a penta. Köszi szépen srácok mindenkinek, aki részt vett a hype-onatban. És köszi szépen Zolcsi a 100-as sírt, kétszer is. Köszi a támogatást. Nem írsz többet a chatre? Na, hogy lovacska. A korona kell. De csak az evolve miatt. Banolod? Értem. Száműzünk egy tűzpálcát is. Srácok, kattog, 146. Lesz ez még jobb is. Na, ne héterkedjünk, srácok. Mert előkerül a méretes ostor, és oda csap. Na, egy kis cooldown check csökkentés. Ez az, még egy kis aranyláz. Ez az. Bling bling! Hát $60. Hát nem akarod tudni, Connor. Na, srácok, maxos lett a könyvünk. Csak úgy ontjunk magunkból a kaszákat. Meg lett maxos a penta. Már csak evolvolnunk kéne, hogy beszívja az XP-t. Koponyát is nyomjuk. Csak hogy jöjjön a sok enemy. Madarakat akarok először nyomni. Az ostort mert Ben is helyette, ne higgyetek neki. Na basszus, maga figyel. Köszönöm ugye a követéseket, srácok. Érezzétek jól magatokat. Jó pénz.
De hát ott volt a pénz, nem vettük fel. Szentelt vizet is számítjuk. Nagyon jó. Mehet a madár. ...608 pénz. Amíg tudjuk, addig nyomjuk a felvett itemeket. Na, a torona az kell. Kéne nekünk egy boss. Az Evolve miatt. Mert a Lancetta. Ezek olyan hülyességek. Szia, Viridiana. Mi újság, mi újság? Mehet a koponya tovább. Nagyon kevés a damunk. Fasz. Úgy néz ki, hogy itt nem dob idő előtt, 10 perc előtt evolva sládát. Oho. Oho. Na, ezt már szeretem, srácok. Gyertek, koponyákok, nagyon jó. Szia, Dragocsán, nyugodtan leíratod, hogy hogy lehet hosszú ránokat menni. Én most azt próbálom így felfedezni. Jó, puskánkat is kérünk. Ja, kell még a babér majd. Az lesz az utolsó. Ha jól számolok, igen. Most nagyon kéne nekünk pénz. Mert elfogyott a HP. Hűha! A pénzes zsák most nagyon kéne nekünk, de nem akarja bedobni. Ez egy halál lesz így. Lehet, hogy túlnyomtam a curse az elején. Nem csak hogy lehet, hanem hogy biztos. Na, ez az. Lancetta. Ja, ez is kell. Madár. Tiramisu kellene például.
Meg így az elején a duplikátor is jól jött. A spenót is például jó. Ja, hát a Candelabrador jobb lett volna. Nem akarunk a halál alá törni. Oh, oké. Ott az megment minket. Na hát a Penta most eltüntetett minden. És az aranynál ez meg eddig tartott. Hopp, itt a következő. És ott van még egy. Fent. Meg ott oldalt is. Ott van. Oké, ott a tiramisú is. Ó, köszi Dragocsán. Az infót. Na ez már jó. Ez már jó. Ez már jó. Madár, madár. Oké, ott lesz jobb egy. Madarak, madarak, még madarak, még madarak, madarak. Nem látom a plusz pénzt. Ott van. A basszus agyon csapott a boss. 10. Ja, meg itt egy zöld halál, tényleg. Oké, ott lesz jobbra a pénz. Szóval nagyon gyors a zöld halál. Na, Penta, evolve. Jó, puska fejlesztés. Kéne az a következő láda, srácok. Okay. Azt kipáltál a ládát? Eszkelet gépen vagy a körrel vagy a B-vel? Az a 11 perces boss, hogyha jól látom, Arcanát hoz nekünk. Esett láda? Nem látom. Ott van, ott van. Arcana, nagyon jó. Ez az. És always big coin bag.
Na most ez elvileg nagyon jó, srácok. De még nem az igazi. Nem látok bosszokat például, az elég nagy gond. Van. Hú, sikerült-e eltörni a játékot? Hát bízom benne. Ott van fönt egy coinos zsák. Egy boss. Na megvan a madárt fejlesztés, most kéne egy puska. Tehát most ki kéne szedni egy puskát. Igen. Igen. A másik puska kell nekem, nagyon jó. Oké, ott lesz jobbra. De puska. Azért nem ölnek meg, mert hílelődök abból, hogy szerzem a pénzt. És robbantom. Robbantom őket egyébként. Ez a két árkana együtt nagyon durva. Az, hogy ugye tudjuk triggerelni az aranylást, az az első, a másik pedig, amikor még többet hílelődünk, és a hílnél robbantunk egyet. Kell nekünk egy láda. Oké, ott van, ott van. Ott az aranyos zsák. Igen, igen, sok hármas van. Lejjebb veszem, srácok, a játék hangját. Kéne nekünk egy boss, aki hoz egy evolvot. Tökéletes. Tökéletes. És akkor jöhet a babér. Bár nem tudom, lehet nem a babér kellett volna. Ja, hogyha összeszeditek a kártyákat, akkor ilyen durva dolgokat lehet nyomni. Kellene még szerintem nekünk átok. De majd, hogyha elfogy az arany zsákunk. Ja, hát eddig ez nagyon jó.
Hétvégén csináltak hozzá magyarítást, de ez még nincs alapból benne a játékban. Oké, ott van még egy. Kettő is van. Egy fönt és egy jobbra. Gáz van, fölfele megyünk. A cicákokat ki kellett volna hoznunk. Nem baj, amúgy is ez csak egy test build. Szia, Ledörtélon! Pénz, pénz és pénz. Hát ezt most lehet elszúrtam, srácok. Ott van, alul. Mitől kapod az extra time-ot? Attól, hogy szerzem az aranyat, bár az nagyon keveset ad. Öléssel arany jár, és azért jár a plusz time. Oké, ott van fönt. Hát ezt nem érzem amúgy olyan ütős buildnek. Itt valami nem jó ebbe a buildbe, de nem tudom megmondani nektek, hogy mi az. Nem vagyunk halálosak. Sőt, szerintem a végéig se fogunk tudni eljutni. Mi történik? Öljük az enemit. Megint romlott a forint, hogy ilyen aranyat farmol. Jön rám nagyon-nagyon sok enemy srácok, akik adják nekem a pénzt, ahogy meghalnak, mivel aranyláz van. És ahogy meghalnak, robbannak. Mármint ahogy felszedek aranyat, ami egyébként heal-el, az robbanást is okoz. Mennyi volt eddig egy rán alatt a legtöbb pénz? 600k? Hát annyi sose volt. 75 ezer volt eddig a max a mongolon. Ezt a ládát egyelőre nem akarom felvenni, mert evolve lehetőség. Múltkor pedig volt egy 500k, annyi sose volt, azt benézted akkor, Szemánsz. Szia, Doki! Megjött a csomag? Használd egészséggel. Ajaj. Na, örülök, egyre többen kapjátok meg most a csomagot. A héten majd lehet lesz egy újabb nyereményjáték, srácok, újabb fülesekkel. Mire gyűjtöm a show goldot? Igazából nem tudok mit csinálni. Tehát, hogy nincs már számomra tartalom a játékban, ezért arra gondoltam, hogy megpróbálunk aranyat farmolni. Ennyi. Hello, én még nem kaptam meg? Á, te nem is fogod, Sticky. Direkt máshova küldtem. Jótékony célokra küldtem el a tiédet. Az nem baj?
Ó, nem kell, köszi, Doki. De ha szeretnél, elküldheted nekem, mit szólsz? Na hát itt most valami történik, mert hogy így nagyon jönnek. Ez jó ötlet, ha jön az új patch, akkor mindent meg fogsz tudni venni egyből. Például, ja. Például, ja, igen. Na, ez Arcana lesz, és van rerollunk. Így van, vadafak, lehet, hogy nyerhettek majd egy fülest. Pontosan, pontyosan. Csendes ősi szentély. A tiltott terület mehet amúgy. A robbanás okozása a fagyasztásra az elég király dolog szerintem. Az a helyzet, mert nem látom a képernyőn, hogy így hol van arany. Aranyzacskó. Aranyzacskó. Nem látok aranyzacskó. Ott van. Na, mindjárt elérjük a 100 000-et. Inkább megöletem magam előtte a Guardiannal, mit szóltok? Jó, jó a terv. Utolér! Hát csaló. Aszta. Hát ez nagyon durva volt ez a láda. Jó. Srácok. Hülyeség volt kihívni a Guardiant? Eddig olyan jól farmoltuk a goldot? Szerintem is. Csak hogy még jobb legyen a helyzet, az összes Guardiant magamra húzom, jó? Adjátok? Meghaltam úgy? Nem, itt van rajtam. Most nagyon kéne a pénzes szatyor. Nem látom sehol.
100 000 101. Na hát ennyit tudtam nektek most letenni az asztalra, 100 000-et. Hát, na, srácok, még finomítgatni kell ezeken a farmolási mechanikákon. 100 000, 25 perc alatt. Easy. Így van, így van. Neked 26 perc a rekord? Hoppácska. Hát ezen még kell gyakorolni, srácok. Jócskán. Na, srácok, egyébként ilyen a magyarítása a játéknak. Nem tökéletes, természetesen. De hát megnéztük. Megnéztük, srácok, és hogyha veszitek a fáradtságot, hogy ezt lejelentitek a magyarítónak, akkor hát nyilván annak biztos örül. És lehet, hogy mi hamarabb bekerül majd alapból a játékba a magyar nyelv. Én úgy gondolom, hogy alapvetően akkora problémák nem voltak vele. Volt egy-két hely, ahol annyira nem értettem, hogy mi van, meg volt, ahol kicsúszott a magyar szöveg, hát tökéletesítgetni kell ezt, és akkor jobb lesz idővel. Főleg, hogyha majd azért megy a harc, hogy bekerüljön a játékba, akkor nyilván lehet, hogy valahol kisebb betűtípust használnak, és a többi, és a többi. Én örülök neki, hogy ezt is elkezdte valaki, elkezdték csinálni. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna már a vámpírozási, megnéztük, hogy milyen a magyar nyelv, illetve próbáltunk aranyat farmolni. Ez a bonzónos, ez amúgy jónak tűnt, de talán hamarabb kéne legyőzzünk a gárdiánokat, nem tudom. Itt írt egyébként egy olyat Dragosán, remélem jól mondom a nevét, hogy 15 perces rán ószóléval, max. Egy fegyver, Il Molison, hiperrel, árkanákkal és limit breakerrel. Nézzük meg, srácok. Nézzük meg ezt. Azt mondja, hogy ószólám. Il Molison, ahol a növények vannak. Limit Breaker, 22-es Arcana. Ja, hát igen. Ezt nem limitáltam le a fegyvert, úgyhogy ezt mindjárt megcsináljuk. Jó, de az lesz a 20-as. Ez nem pénzfarmoló build, ja, hanem max szintet így tudunk elérni. Megnézzük. Tehát, max weapon 1. Il Molis. Na nézzük, ez milyen? Ez nem pénzfarmoló, hanem csak ez valamilyen run. Mama hílelést, srácok. Hílelem a növényeket. Jelte Candelabrador. Azt talán hat a virág pukira. Így lehet amúgy megszerezni az egyik titkos karaktert, és híleljük a virágokat. Hát, skip. Hát, vagy ló, vagy kutya, én nem tudom.
szféra karcolom. Ah, tehát az egy helybe állás az semmiféleképp nem segít. Milyen passzív itemeket javasolsz amúgy, Dragosan? Ó, mennyei portalanítás! Nagyon nyomom a gyógyítást. Korona, move speed és könyv. Oké. Tessék. Duplikátor is. A duplikátor az hat erre? Nyomjuk a koronát. Még több puki. Még több virágos puki. Most az a cél, hogy hatalmas szinteket érjünk el. A virágos pukinkkal. Már 9-nél járunk, srácok. Dragosan ezzel a build-el 900-as szintet értem. Én megkíváncsi vagyok, hogy én mit tudok ebből kihozni. Volt nagyon sok az egyes, srácok. Korona, move speed. Könyv, duplikátor. Jó, akkor jelent a könyv. Alapsebzés nő. Hát az nem tudom mennyire hat. Aha, kettő. Most már kettőt sebzünk. Nagyon boldogok lesznek a virágok. Jó, még duplikátor. Extra virág puki. Na ez most valamit nagyon beindított, srácok. Jöttek a szárnyak. És mi legyen az utolsó? Mi legyen az utolsó passzív? Még? Még? Nagyon jó. Az arany rögött szerinted? Oké. Okay. Szávasz, pocó! Mi a helyzet? Ott is van az aranyrög. Mert a korona. Éppen lepukíjuk a virágokat, pocó. Erre érkeztél. Ó, nagyon durván jön az XP most már. Nagyon durva virág pukilások vannak itt. Nagyon jó. Hát elképesztő. Nagyon jó, úristen. Ez gyilkos build, nagyon gyilkos. Virágpukik vannak itt.
hát most elértük a maximálisat. Terület. 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 Sebesség. Terület. Terület, még. Mennyiség. Terület. Ott voltam, még egy mennyiség. Ó, ez nagyon durva. Amúgy mehet a véletlen mindig. Terület, terület, sebesség, sebesség, terület, sebesség, erő, erő, sebesség, 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 terület, sebesség, erő, sebesség, sebesség, erő, erő, terület, terület, erő, sebesség, sebesség, terület, erő, terület. Visszamennyi? Mi történik? Gyógyítjuk a növényeket, srácok. Gyógyítjuk a növényeket. Nem lát semmit. 8-at hílelünk a növényeken, és nagyon nagy virágokat pukilunk. Valaki azt kérdezi, hogy ez miért jó, hatalmas szinteket lépünk, és bitréteket törünk, tessék. Én úgy érzem, hogy már az FPS-sel is van baj. Mindjárt elérjük a 200-as szintet. Tizenötöt seb ez a puki. Igen, itt már FPS gondok vannak. Én csak egy fegyvert lehetett választani, mert ezt állítottam be. Jó, hát elindulok, srácok, másik irányba. Nem lett jobb a helyzet. De talán most már többet látok egy kicsit. Vegyem ki a számokat, de hát az ki van véve, nem? Igen. Ki van véve, srácok? Most ez egy tojás? Tojást gyűjtöttünk? Az lehet. Ameddig egy másodperc telik el a játékban, és egy másodperc telik el a valóságban, addig jó. 68 enemit már valahogy megöltünk. Oda néz. Aranyláz van. Sziasztok, itt vagyok még, srácok. Még itt vagyok, hello. Hello, srácok, még veszitek a jelet? Sziasztok, 41-et hílelünk. Hello. Jó. Jó, 8. percnél járunk. Mindjárt vége lesz, srácok, még 7 percet kell kibírni. Ennyi a max level? Hát mindjárt kiderül. Mindjárt kiderül. Vagy nekem mennyit sikerül összehozni. Mint egy képernyő védő a 90-es évek elején. Hát hatalmas virágpukik biztos nem voltak a 90-es évek elején, incsú.
De amúgy, amúgy igen. 1, 2 Én úgy látom, hogy lassul az idő a játékban. Ki volt ez, aki elsőnek felfedezte ezt a farmot? Nem tudom. Igen, ez Minecraft lesz. Hát örülök, hogy srácok az Always Randomot választottam, mert most itt pikkelgetni egyesével a fejlesztéseket. Ilyen kutya nekem is kéne, ami ennyi virágot pukizik, meg ekkorát. Na, hát még hátra van 5,5 perc, srácok. Bling, bling, bling. Ezt most micsoda? Nyomtam egy ilyet. Valami jött. Ja, coin. 554-es a virágom, srácok. 554. Aha, az a gond, srácok, hogy... 1 másodperc, 2 másodperc alatt telik el a játékba. Hát lehet, hogy ezt a ránt nem fogjuk tudni végignyomni. Erről megmarad valahol a statisztika? Hát... nem. Level 999 cél? Nem tudom, mennyit tudunk elérni, srácok. Szia, uram, 1 másodperc kettőért cserébe érdekel? Hát ugye, mondta a fejlesztő csávó még egy-két hete vagy hónapja, hogy újra kell dolgoznia majd a játék motorját, mert hogy nem erre lett ugye kitalálva. Ez már 1 másodperc 3 alatt telik el. Ragazd le az oldalra mozgás billentyűzeten, és go ebédelni, azt majd visszajövünk. Amúgy megállok egy kicsit, jó? Most épp meg vagyok állva. Most éppen áll a karakterem. Most állunk egy helyben, nem csinálok semmit. A szín gyorsabban nő, mint az idő? Tényleg. Ja, legalább a másodpercek már jobban állnak. Na, úgy néz ki, hogy ez egy jó taktika volt, amit mondtatok, srácok, hogy így iszonyatosan nagy szinteket tudunk lépni. Az a helyzet, én úgy érzem, hogy megint egyre lassul a játékunk. Az előző perc 80 másodpercig tartott, komolyan? Mondom, direkt leállunk már egy kicsit, de hát úgy néz ki, hogy így se áll meg a dolog. Nem tudom, megmozduljunk? Kicsit arrébb megyek, tessék. Kicsit arrébb jöttem, srácok. Még egy kicsit arrébb megyünk. Aha. Hát... most jó, most jó, most jónak tűnik, srácok. Most megint jónak tűnik a dolog. Nálatok is elszállt egy kicsit a hang, vagy csak nálam?
Kíváncsi vagyok, hogy elérjük a 900-as szintet. A hang még szól, jól van. Egy kicsit mozgunk, jó? Még egy kicsit arrébb megyünk, egy kicsit balra. Kilencvenet híl el egyébként már a puki. Ehhez már két PC kell, hogy lerenderelje. Na, hát a 900-as szint meg lett, srácok. Két perc alatt még 100. Itt most mi van? Éppen híleljük a virágokat Ószólemióval. Tűha, ez a másodperc, ez az 5 másodperc már tart, tehát hogy ez a 13 perc, 5. másodperc, ez már 3 másodperce tartott, vagy 4. Jó. Egy kicsit mozdultam, srácok, de most megállunk újra. Mert ilyenkor azt vettem észre, hogyha megállunk, akkor egy picit begyorsul a dolog. Úgy éreztem, srácok, hogy be kell mozdulni. Jó, most én úgy látom, hogy jobban adja a szintet. Ha most, mint hogyha megint akadozna. A level 1000 a cél? Hát én azt hittem, hogy a 900. De akár ezek szerint... Ezt nem fogod kipróbálni otthon? Az a durva, hogy... nincs kihasználva se a proci, se a videókártya. Hát, hogy egyik sincs felmelegedve. Igen, ezek virágok, ezek a pixel tömbök. Hát amúgy valószínűleg azért nincs kihasználva a proci, mert ha tippen nem kéne, egy szálon dolgozik a játék. Egy szállal. Igen, igen, gyagyos. Nekem is ez volt a tippem. Egy kicsit odébb megyünk. Fuss, Ószólemió! Na. Vampire Survival, a diafilm, igen. Szia, Buri. Na, 999, és 1000, ezres level. Mindjárt vége van, srácok, mindjárt vége. Hát ezt nem gondoltam, hogy az 1000-es szintet el lehet érni. Hát, ha már az aranyfarm nem jött össze, legalább a szinteket összeszedtük. Igen, ennek a hátralévő 1 percnek 2 perc múlva vége is lesz. Na már csak 6 perc van a játékból, ami azt jelenti, hogy 12 percig van. Menjünk arrébb? Tessék, itt jó lesz? Halált sebzi a virág? Hát biztos sebzi, de az a helyzet, hogy ő is engem. Tehát, hogy inasba leszünk rakva.
Vajon kifér az, hogy hanyas szintű a fegyverünk? 1010-es a fegyverünk. Fejlesztő nem gondolta a level limiterre, mert nem gondolta, hogy valaki elér ilyen magasságokban. Ó, biztos lehet ezen a bilden optimalizálni, biztos, biztos. Itt most az történik, srácok, hogy mindig, amikor szintet lépünk, egyre erősebb lesz a fegyverünk. Egyre nagyobb, egyre erősebb, egyre több, egyre gyorsabb, és már akkora, hogy nem tudja a játék megmutatni, hogy mekkora. És így azért akadozik ennyire. Viszont mivel minél erősebb a fegyver, ezért minél több virágot tud hílelni. És a virág hílelésből kapjuk az XP-t. A YouTube-ban a vodot milyen sebességgel kell majd pörgetni? Ez egy jó kérdés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lehet gyorsan számoltam, de 1 másodperc már 10 másodperc alatt telik el. Ez szerintem egy fekete lyukhoz közeledtünk, srácok. Itt mindenkinek, ez itt az epilepszia teszt, eddig semmi gond velem. Mikor jön be a halál? 15.00, tudtam be. Mert ez most már jócskán kevesebb, mint egy FPS. Már a harmadik perce pörög az utóbbi perc, komolyan? Hát úgy néz ki, hogy az 1100-at elérjük, srácok. Hát itt az történt, Atusz, hogy gyógyítom a virágokat. Így néz ki a virággyógyítás. Fél másodperc ingame egy szint, aha. Jó. 1150-et nem érjük el szerintem. Na. Mivel exponenciálisan növekszik a gyógyító erő, így nem fog lassulni a szintnövekedés. Ja. Ja. Az utolsó 4 másodperc. Az utolsó 3 másodperc. Szerintem most már el kéne kezdeni mozogni. Megyek, srácok, megyünk balra, jó? Új virágokat pukizok. Ezek már extrán erős virágok lesznek. Utolsó 2 másodperc. Utolsó 1. Utolsó 1 perc, és mindjárt halunk. Eltűntek a virágok. Srácok, úristen, beindult! Nyomom. Nyomom, tesákok. Ott jön a halál, én látom. Én egy pillanatra láttam a halált. Nem tudom, mi van a halállal, srácok. Ott látom.
Valószínűleg azért nem ér utol, mert ugye úgy működik a kisgutya, hogy speedet kap a fegyverével. Igen, ez a virágazmus. Tetszik, ahogy egyre gyorsul az ütem? Yeah! Csak csukjátok be a szemeteket és élvezzétek, srácok. Nagyon jó. 1350-es szint. Menjünk amúgy rá a Guardianokra, mit szóltak azok, hát ha megölnek. Jó, agyon csapott a halál. Ez csalás volt. Ez azért, valljuk be, csalás volt a haláltól. Futok! Futok! Futok balra nagyon! Hoppá! Na tessék! Ja, tehát az volt a hiba, srácok, hogy elkezdtem balra és lefele szaladni. Na, hogyha csak balra szaladok, akkor a halál nem ér utol. Remélhetőleg. Itt most mi történik? Öleljük a virágokat. 1600-as szint. Nagyon jó, srácok. Csak nyomom a balrát. A szemből spawnol be a halál, az nagy szívás. Igen, ez már a 1, 2, 3, 4, 5. halál lesz majd. Nem fáj a szemem. Szerintem meg lesz a 2000-es szint. Igen, én is látom, hogy 4 kutya van a pályán. Van-e a mapnak széle? Hát ez hamarosan kiderül. Let's go 2000! Ebben mutatja, ha sebzed a halált és a számokat ki tudod kerülni. Igen, csak az a gond, hogy... Hát akkor valószínűleg még jobban fog akadni a játék. Easy 2000-es szint, srácok. Easy! Na, bám, ott is van. Igen, folyamatosan balra megyek, srácok. Na, de most már legalább látjátok, hogy vannak halálok a képernyőn. Jó napot kívánok mindenkinek, fiúk és lányok, ez meg mi? Hát az a helyzet, hogy itt éppen futunk a halál elől, és gigantikus puki virágokat eregetünk magunkból. Elfogytak a növények? Ja, hát ez szívás.
Ez szíves, srácok. Akkor most jobbra! Na tessék! Na tessék! Azt hittétek, vége! Jó, na, jönnek a virágok újra, srácok. Nem kell izgulni. A játékot nem ilyen hirtelen manőverekre tervezték, hogy balról jobbra fordulj. Hát na, figyeljetek, 2065, ez úgy néz ki, hogy... nő. Egyre csak nő. Egyre csak nő és nő. Az a durva, hogy a halálok nem érnek még így se utol minket. Az a helyzet, a halálokat nem lehet megölni, mert 400 ezer HP szoroz meg 2000-rel. És annyi HP-juk van. Ez a 30. percig megy így? Nem, ez addig megy így, ameddig meg nem öljük az első halált. Hatvankilencen, amit már megöltünk, csak mondom. Ha megölöd, akkor win. Aha, de ki is lehet lépni, és akkor nem kell végigvárni. A szürke halál nem jön mindenképp? Nem. A szürke csak akkor jön, hogyha megöljük a pirost. Ha megöljük az első pirost. Nem tudom, meddig menjünk el. 2222-ig, jó? Nem tudom, az mennyi idő lesz. De akkor szívesen mondom azt, hogy most kilépünk. Hát, hogy tovább nem megyünk. Tehát akkor 800 ezer. 800 millió, annyi HP-juk van? Ja, valahogy úgy, igen. Valahogy úgy. Az a helyzet nem akar gyorsulni. Egyáltalán nem akar gyorsulni. Ennek egyébként van-e értelme azon ki, hogy vicces? Nincs. Nincs. Tehát így, hogy egy másodperc alatt lemegy tehát, hogy 10 másodperc alatt megy le egy másodperc, így nem sok értelme van. Jó, megállunk most, jó? Én eddig bírtam. Eddig bírtam. Dead! Az a durva, hogy már meghaltunk. Azt mondja, mindig kapjuk a szinteket. Végre! Végre, srácok. Na, ott van. 9,8G a sebzésünk. Az a helyzet, most a 69 megölt ellenfél miatt mindenki azt fogja érni, hogy ez most így kamu. Tehát, hogy ez Photoshop, meg ilyenek. Pedig nem. Ez jó. 2117-es szintet elértük. Köszi szépen amúgy a tippet. Köszi szépen.
Szóval, Dragosen te adtad ezt a tippet. Köszi szépen, jó volt, vicces volt, megnéztük, van ilyen is, srácok. Hát elképesztő. Elképesztő, miket lehet itt ebben a játékban csinálni. Ja, hát ezt még lehetne tovább tolni, csak nem bírja a játék. Ja, hát meg nekem sem volt ahhoz már türelmem, hogy itt mutogassam, hogy egy perc az nálunk 10 perc alatt telik el. Hogy ez nem. Jaj, srácok. Na, hát így egy kis extra content gyanánt, így a végére jó volt ez a szint farmolás. Érdekes volt. Most már tudjátok, hogy ilyen is van. Egyébként, mint láttátok, lehet goldot is vele szerezni, csak, hát, itt a gold nem úgy fog jönni, mint egy gold farmolós körbe. Egy AFK gold farmolós kört szeretném majd egyszer összehozni, remélem, hogy majd sikerül. Eddig még nem néztem róla semmilyen videót, vagy bármiféle guide-ot, de szeretnék majd ilyet összehozni. Látjátok, hogy kísérleteztem, próbálkoztam, és a 100 000 gold az így sikerült a bonzónon. 25 perc alatt, valahogy így. Úgyhogy, hát eddig az a legjobb. A mongolós az is még nagyon jó volt, de a bonzónos az tűnt eddig a legkirályabbnak. Úgyhogy megnéztük, hogy milyen a magyar Vampire Survivors, a magyarítások.hu-ról töltöttem le a fordítást egyébként, akit érdekel a dolog, és megnéztük ezt a szintfarmolást, meg gyakoroltunk a gold farmolással is. Nem jött semmilyen extra content, tényleg a játékhoz, csak szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy magyarítás elérhető ehhez a gamehez is már.